Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Október 24-én egy portál nap van. Kinyílik egy égi kapu a plejádok felé. Ez egy finom energiamező, aminek mindig van egy gyógyító hatása, és kinyílik egy ajtó a spirituális területre. Ezen az estén. Este 11 órakor tartok egy szertartást. Az, hogy miről van szó, milyen témákról, arról beszámolok ebben a videóban. E-mailen keresztül jelentkezhetsz a szertartásra. Az energiai egyensúly az 4000 forint. Az, hogy mikor van egy portálnap, azt a maják számították ki. A forrás az a maja naptár. Erről beszámolok naponta a Facebook oldalamon, Dendera Susanna Medici. Ebben a maja naptárban van 20 hullám vagy rezgés. Egy hullám 13 napig tart. Ez olyan, mint nálunk a hét. A majáknál a 13-as szám az egy misztikus szám volt, és ők úgy tartották, hogy ez a szám szerencsét is hoz. Ez a portálnap október 24-én a 13. nap az 5. hullámban, tehát az utolsó nap ebben a hullámban, és holnaptól indul majd a 6. hullám. Ezen a napon szerencsénk lesz, hiszen a maják úgy tartották a 13-as szám szerencsét hoz. Amit még jelent ez a nap, hogy valamit befejezünk, vagy véget ér valami. És lesz egy új kezdet, lesz egy új irány. Vannak még külső befolyások. Ezekre a mai napon még oda kell figyelni, hogy milyen befolyás ér bennünket, ez előnyös és jó, vagy valaki hátráltat bennünket. Tulajdonképpen mi fogunk döntéseket hozni, de azért vannak kapcsolatok. És ezek lehetnek előnyös kapcsolatok, de lehetnek hátrányos kapcsolatok is. És holnaptól, amikor majd a 6. hullám indul, akkor a múltról lesz majd szó, hogy valaki gondol rád, vagy visszatér a múltból, vagy visszatekintesz azokra az eseményekre, amit átéltél a múltban. A maja naptárban vannak bizonyos szimbólumok. Ezen a napon, október 25-én Csikcsán uralkodik. Csikcsán lefordítva kígyót jelent, ami a képen látható. Ennek a kígyónak van gyógyító ereje. Az is lehet, hogy ezen a területen dolgozol, és lesz egy munkahelyi változás. Amit a kígyó még jelent, ez a transformáció, ezek a megújulások, mint egy újjászületés, benne vagyunk ebben az időszakaszban. Ami a szerelmi életet illeti, a párkapcsolatot, a kígyó jelenti a szexuális témákat is. Ha én a Lenormand kártyákra gondolok, akkor bizony a kígyó szimbolizálhat egy nőt is. Ez lehet egy jó barátnő, vagy kolléganő, vagy valaki a családból, de lehet egy rivális nő is. Összefoglalnám mindazt, hogy milyen témák vannak ezen a napon és ezen a szertartáson október 24-én.
Ennek van egy gyógyító hatása. Amennyiben egészségügyi területen dolgozol, akkor lesznek a munkahelyen változások, és lehet egy új munkahelyi kezdet. Ezen a napon szerencse ér bennünket. Ami még úgy történik, hogy bizonyos dolgokat le tudunk szállni, van egy új irány, lesznek új kezdetek, még külső befolyások, holnaptól a múlt játszik majd egy nagy szerepet. Ez egy átmeneti időszak, amikor benne vagyunk ebben a transformációban, de itt lesz egy újjászületés, egy új kezdet, egy új energia, és a párkapcsolat területén ez a kígyó jelenthet egy rivális hölgyet, de jelenti a szexuális témákat is. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, és jelentkeznél a csatornámra. Persze leírhatod a véleményedet is a kommentárba. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!